Nem meglepő módon, de annál nagyobb bánatunkra az elmúlt időszakban a határozati javaslatunkat a kormánypárti többség leszavazta az igazságügyi bizottsági ülésen. Ugye ez a határozati javaslatunk konkrétan arról szólt és arra tett javaslatot, hogy a fizetési meghagyás jogkörét a közjegyzőktől mielőbb vissza kellene utalni bírói jogkörbe, hogy ezeket a visszaéléseket ugye vissza tudjuk szorítani. De sajnos ugye ezt leszavazták a bizottsági ülésen, és ebből az látható, hogy valamiért valódi reformot a pénzügyi rendszerbe a kormánypárt nem nagyon kíván a jövőben létrehozni, és hogyha így nem is akarnak foglalkozni ezzel a témával, akkor is a Mi Hazánk Mozgalom határozott álláspontja, hogy a probléma gyökerét mindenféleképpen orvosolni kell, és a visszaélések visszaszorítása érdekében kötelezővé kell tenni a bizonyítási eljárást a fizetési meghagyásokon belül. A jelenlegi hatályos jogszabályok értelmében ugye nincsen kötelező erő arra vonatkozólag, hogy bizonyítékokkal kelljen alátámasztani a különféle fizetési meghagyásokat, így ugye bárki ellen tud indítani ilyen fizetési meghagyásokat, annak ellenére is, hogy nincsen rá konkrét bizonyítéka, és ugye ezt a megfelelő összeghatárig, ami jelenleg 30 millió forint lehet maximum. Tudni kell azt is ugye, hogy így nagyon sok visszaélésre ad lehetőséget ez a fizetési meghagyás és ez a jelenlegi rendszer. Kreált tartozásokat lehet végrehajthatóvá tenni akár rövid időn belül, ami alapjába véve is változásért kiállt. De nem egyszer előfordul, hogy különféle bevételeket adózatlan pénzekké alakítanak ezzel a lehetőséggel át. Éppen ezért a Mi Hazánk Mozgalom határozati javaslattal fog élni, és be fogja nyújtani az országgyűlés számára, annak érdekében, hogy kötelező legyen a bizonyítási eljárás a közjegyzői fizetési meghagyásokra. Igenis, terhelje felelősség a közjegyzőket a munkájuk során, illetve dolgozzanak is meg a fizetési meghagyása, kibocsátása során az eljáró közjegyzők. Számoljuk fel a cinkos közjegyzők visszaéléseit, tegyük mielőbb kötelezővé a bizonyítási eljárást ezekben a fizetési meghagyásos ügyekben.